Énnyel és szeretettel köszöntök mindenkit, Kozma Szilárd vagyok, Csíkszeredában élő, 60. éves, tehát 59 elmúltam már, 60. éves asztrológus, 4 gyermekes családommal itt élek Csíkszeredában, és elég nehezen tudok eljutni oda, hogy a nagyvilágnak hírül adjam azt, hogy mikre jöttem rá én azután, hogy a Magyarországon egy magyarországi ott tartózkodási kísérletünk közben, mert aztán hosszú távon az véget vetett a magyarországi tartózkodásunknak, tehát meghalt egyik napról egy a másikra, tehát estéről reggelre, jobban mondva, egy mag egészséges kislányunk. Teljesen egészségesnek volt az minősítve születésétől. Egyébként a feleségem, aki már az előzőleg egy testvérét, Kozma Kinga Medárdát megszülte itthon a Csíkszentkirályi fölötti Bakónyaka nevű erdőben, kis gerincnyúlványon, ugye a Hargitáról lenyúló gerincnyúlványon, ott megszülte egy erdői tisztáson Medárdát, utána ott Bősárkány nevű faluba megszülte a kis Enikőt is, és az orvos, a körorvos csodájára vakkegészségesen, és végig az volt a kislány, ám túlbuzgóságból a körorvos még a szokványos oltásokon kívül beoltotta a gyermeket agyhártyagyulladás és influenza járvány ellen is, és akkor úgy látszik, hogy túl sok volt ez a idegen anyag a gyermek testébe, ez a sok provokáció, és a gyermek tehát egyszerűen csak itt hagyott bennünket. Később a győri katona orvos az mondta el nekem, hogy ez egy olyan vírusfertőzés volt, amiről tudnak ugyan az orvosok, tud az orvostudomány, de még ellenszérum ellene nincs, és semmiféle védekezési lehetőség nincs, tehát ez egy ilyen rögtönülő vírus, tehát legyengült a gyermeknek a szervezete az oltások következtében, és ennek az vírusnak már nem tudott ellenállni. Annak ellenére, hogy mondom, ma egészséges volt, az orvos nyilván ott nyitotta ki, hogy mit tudom, órákig vizsgálta, hallgatta, hogy kapjon valami hibát rajta benne, miután megszületett, mert rá csak egy napra hívtuk házhoz, és akkor azt kellett mondja a végén, hogy tökéletes, tehát semmi baj nincs a gyermekkel. De hát mi is lett volna, hát a nővére is szintén így egészségesen jött a világra, és később aztán a húga is, akik már nem ismerték Enikőt. De nem ez a lényeg, tehát itt semmi gondom nekem, tehát én nem oltásokkal akarok foglalkozni, sem orvosi műhibákkal, sem egyebekkel, hanem teljesen másról akarok én most itt beszélni, és pedig arról, hogy ettől kezdve bennem minden a tetejére állt, ez számomra egy rettenet volt, tehát nem kívánom senkinek, hogy a gyermekét holtalássa otthon a nem jut eszembe a város neve, ahova beszaladtam a gyermekkel hirtelen, ott az asztalon. Csornai kórháznak ott a gyermek osztályának, mit tudom én, ilyen vizsgáló asztalán, ugye ott a kis tettemet látni, és utána látni, hogy berakják a hideg házba, ott egy ilyen kis fiókba, ugye ilyen koporsó fiókba, a halottakat teszik be, nem tudom mennyi időre, amíg megvizsgálják, felboncolják, és így tovább. Tehát ezt nem kívánom senkinek, én azt hittem, hogy megbolondulok, hogy megőrülök, és akkor ettől nekem az egész metafizikai, asztrológiai tudásom megkérdőjeleződött, és ezt akarom, innen akarok kiindulni. Tehát mindaz, amit én addig tanultam, és tanítottam, és úgymond hirdettem, mert előadásokat tartottam, úgy voltunk Sopronban is akkor, tehát Sopron környékén, mert nem lakhattunk Sopronban, mert az túl drága város volt, ugye, és próbáltuk megszerezni a tartózkodás és a munkavállalási engedélyt, akkor még nem voltunk magyar állampolgárok, mint most, sőt, akkor nagyon-nagyon durva módon még idegenként kezeltek minket, pont úgy, mint az afrikaiakat, vagy ázsiaiakat, vagy így tovább. A lényeg tehát az, hogy attól kezdve előttem minden, tehát mondhatom azt is, hogy egy kétségbeesett helyzet volt, de
értelmes figyelem, értelmes, racionális kétségbe esett helyzet, és csak ugyan utána a gyászévbe feltettem magamnak, tehát folytattam én a mesterségemet, vagyis a választott hivatásomat másodszorra, életemben másodszorra választott, és ez most már szívből választott és értelemmel választott hivatás volt, nem úgy, mint az első, amit kényszerből választottam, azért, mert az igazi hivatásomat, amit gondoltam én, hogy az kellene, hogy legyek, nevezetesen magyar író, magyar költő és író, azt nem tudtam vállalni és folytatni mindaddig, amíg diktatúrában éltünk, mert román kommunista pártba és magyarba se léptem volna be egyébként semmiféle kommunista pártba. Tehát ez lett volna feltétele annak, hogy újságíróskodhassak, és úgy esetleg írhattam volna közbe. Így is írtam, de meg is jelent két verses kötetem, de többnyire a fióknak. Na, a lényeg tehát az, hogy én erre a pályára úgymond elméletileg fel voltam készülve, másfajta tudásrendszerekből, de olvasni rengeteget olvastam, metafizikát, metafizikai irodalmat, és annak azok alapján, mondom, folytattam az életemet, és azok alapján alapítottam családot, azok alapján vágtunk bele a feleségemmel, a volt feleségemmel abba, hogy a babákat otthon szülje, emőket, tehát ő akarta inkább, én csak az elméleti alapot úgymond szolgáltattam hozzá, meg természetesen a horoszkópját ebből a szempontból teljesen minél nagyobb mértékben feltártam, tehát az anyai ági örökletes programok szintjén, tehát hogy semmi probléma ne legyen, tehát szövődmény, zavar szülés közben, hogy ne történjen, amikor szüli a gyerekeket. De tehát ez sikerült, ugye? De annak ellenére mi sikerült, mert a Enikő, tehát a magzat, amikből aztán született Enikő, vagy kivé vált Enikő, aztán később meghalt, mondom, tehát neki megfoganási problémái voltak, rosszul tapadtotta, én nem értek hozzá a méfalhoz, stb. Ezeket mind meditációval sikerült helyrehozni, tehát tanácsaim alapján a feleségem annyira rendbe hozta a dolgokat, ugye, miután rosszul fogant meg a kis magzat, vagy helytelenül, vagy hogy mondják, kicsit hibásan, minden helyre rőtt, rendbe jött, és tökéletes szüléssel megszületett. Nagyon gyorsan, egy hajnalban, győszi hajnalon, Bősárkányban, a bősárkánykányi albérletünkben. Na most, mondom, ettől kezdve számomra minden, de minden, kétségbe kellett mondjak, ugye, mindabból, amit tudtam, én szellemiek szintjén, spirituális szinten. Már az egyetemes törvényeket elkezdtem írni, akkor az első változatát meg is írtam korábban már, de valami megmagyarázhatatlan volt, hogy mindazok ellenére, ahogyan mi éltünk, hogy történhetett meg ez a tragédia, hiszen nem világos volt előttem, hogy nem az orvos a hibás, tehát olyan értelemben, hogy ő csak a sósnak az ártatlan eszköze volt, úgymond. Tehát, hogy az a gyermeknek meg kellett halni, mert ott valamit nem jól csináltunk, valamit nem jól indítottunk el, valami probléma van, valami olyasmi van, amit én még nem értek, nem fedeztem fel. És ez vezetett el, tehát ahhoz, ezeknek az okoknak, a gyermek halálának az okának, és asztrológusként már találkoztam korábban is meddőségi problémákkal, tehát vagy korai gyermek, vagy magzathalálokkal, stb. És ezeknek az okait már fürkészkedtem a horoszkopokban, ugye? De teljes mértékű magyarázatot nem találtam rá. Na most ezek után megtaláltam a magyarázatot, és ennek a fényében, tehát ennek a nagy-nagy kérdésnek a fényében, hogy hogy történhetett meg ez a rettenet, ez a tragédia, pontosan én velem, aki már meditáltam, és aki úgymond a szeretetnek, és az Istennek, és a Szűz Máriának tessék, mert még én is csíki katolikus vallásos emberke voltam, ugye dedikáltam az életemet. De hát hogy történhetett ezzel a tudással, spirituális tudásrendszerrel, az asztrológiával, minden, tehát annak ellenére, hogy hús nélkül táplálkozunk, és te minden, ami csak úgymond pozitív, amit ma az úgynevezett ezotériában lehet vele találkozni, azt én már akkor
elkövettem, a feleségem is ezt az utat követte, így éltünk, és mégis akkor hogy történhetett meg, hogy ez a kisbaba a bőséggel volt anyateje, egészséges, még arról is volt szó, hogy esetleg adunk majd valakinek, akinek ott nincs tej, ugye, tehát nem tud szoptatni, tehát ez fel se tevődött, hogy nem kapott volna egészséges anyatejet, stb. Tehát minden olyan kondíció, amit ma a racionális tudomány és a misztika vagy a vallás feltételül szab annak, hogy baj ne legyen az életbe, az be volt tartva. És akkor mégis mitől? Na most erre keresvén a választ, fedeztem fel én az úgynevezett karmikus, és hát a karmikus asztrológiáról mondjuk azelőtt is hallottam, de a kauzális asztrológiát, amely karmán belül is a végső okokig megy vissza, tehát a teremtés ősokáig megy vissza, és a teremtés ősokának, tehát a létezés miértjére adván meg a válaszokat, ott kaptam meg a választ arra is, hogy Enikőnek miért kellett meghalnia, tehát természetesen a horoszkópjából kiindulva. És egy évig, amíg tartott a gyász év, mind ezzel foglalkoztam, erről írtam a regényemben, erről írtam a tanulmányaimban, és miután, mikor felfedeztem azt, aminek az alapján aztán én megbocsáthattam saját magamnak elsősorban, mert nekem ez volt a fontos, hogy tudjak magamnak megbocsátani, mert hogyha nem tudod, hogy mi a probléma, nem tudsz magadnak megbocsátani. Nagyon téves és nagyon hibás az a, mert, hogy mondjam, az amerikai filmekben, amerikai pszichológiai témájú filmekben az a magatartás, amikor a pszichológus oda megy a pacienshez, aki általában ilyen zseni vagy, mit tudom, matematikus zseni vagy, nem tudom, milyen különleges személy, és az gyötri magát valamiért, amit úgymond a szüleivel történt, vagy amit a szülei követtek el, vagy stb. És akkor oda megy a pszichológus, és ráordít, és tudomására hozza, hogy nem vagy érte hibás. Hát én nem ezt tettem, mert akkor már annyi tudásom volt, hogy ha ezt teszem, akkor vesztek. Tehát én pontosan ennek az ellenkezőjét tettem akkor, én beterheltem magamat ezzel a halállal, hogy kapjam meg, mert tudtam, hogy ha nem terelem be, tehát az egyedüli hely, ahonnan a választ megkaphatom arra, hogy miért történt ez a dolog, az én saját felelősségtudatom. Mert hogyha én azt kiveszem a játékból, a tényezők közül, hogyha kiveszem, akkor én is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen steril fantazmagóriát, egy steril elméletet esetleg gyártok, de az nem lesz elég ahhoz, hogy szabadon és egészségesen tudjak tovább élni, és egészségesen tudjam, úgymond, egy normális helyrehozni, úgymond, egy helyre állítani a családi állapotokat, amit aztán meg is kísérreltem, utána ugyanattól a nőtől még született 3 egészséges gyermekem, tehát 4 gyermek született abból a házasságból, az most nem ide tartozik, máshol elmagyarázom, hogy ott talán amennyit én tudok abból, hogy miért is hagyott el a 4 gyermekkel együtt a feleségem, tehát nálam maradt 3, nála 1, a legkisebb. A lényeg tehát az, hogy ettől kezdve, hogy én az életemet úgyis még annak ellenére is megint csak helyre tudtam állítani, most jelenleg van még egy kislányunk, született az új élettársamtól, Jó Violától, aki Magyarországról jött hozzám. És a lényege, hogy a honlapjaimon és a portálomon és a YouTube-ra feltett videófelvételeken arról hallhatnak és olvashatnak, hogy mi az, amit én felfedeztem, és aminek a segítségével rendbe tudtam hozni nem csak az egészségemet, és nem, hogy nem őrültem meg akkor, amikor meghalt ez a kislány, nem bolondultam bele, és ma nyugodt szívvel és tiszta szívvel tudok élni. Tehát mi az, amit én felfedeztem, annak segítségével, hogy tovább gondoltam, ez a lényeg itt, tovább gondoltam az asztrológiát, és olyan mélységekben hatoltam bele, az asztrológia segítségével a szellemtudományoknak, amely mélységekben máig nem hatoltak bele sem elődeim, sem a jelen kortársaim közül, legalábbis nincs tudomásom róla, és nagyon kevesen. Mert ha igen, akkor visszajeleztek volna, hogy ne Szilárd vagy Szilárd úr, én is ezt felfedeztem, igaza van önnek. Nevezetesen az, hogy mi az ősoka a teremtésnek,
tehát azt a bizonyos jelenséget és folyamatot, ami az abszolút létben zajlik le és történik, amit Lilithnek neveznek, és ami az asztrológiában megjelenik, tehát felfedeztem a Lilithnek az igazi értelmét, mert addig az asztrológiában kijelölték ugyanott a pontot, és valami misztikus és csodabogaras és nagyon mitológikus és nagyon pszichológikus fantazmagóriákat kieszeltek róla, én viszont kimutattam, hogy mi az igazából. Felfedeztem, hogy nem reinkarnáció van, tehát azt már rég tudtam egyébként, hanem ahelyett, tehát az anyai ági öröklődési rendszer, tehát hogy anyai ági ősöktől örököljük a karmát olyan értelemben, hogy azon a szűrőn, azon a spirituális szűrőn keresztül érkezik hozzánk el, de persze az abszolútumból hozza mindenki, az abszolút létből. A sors, hogy mondjam, csomagját, tehát a kibontandó és megértendő és feloldandó és megoldandó sorscsomagját, erről az egyetemes törvényekről és mindenről, tehát amit addig nagy-nagy titokként kezelt, nem csak az asztrológia és a, úgymond a spiritualitás, a misztika, a metafizika, de még a filozófia még hozzá sem szagolt egyáltalán, tehát, hogy honnan ered a lét, miért van, tehát a filozófiai ontológiára gondolok én. Tehát ontológiai szempontból is megmagyarázom a dolgokat, de annélkül persze, hogy ezzel valamiféle tudálékoskodásba bonyolodnék belé. Tehát tiszta, érthető, hétköznapi magyar nyelven vannak megírva a tanulmányaim, akkor is, hogyha még ilyen, úgymond, magas szint és nagyon-nagyon-nagyon spirituális mélységű helyeket és helyzeteket írok le általuk, tehát akkor azt nem hétköznapi, hogy mondjam, gondolkozási rendszerrel, úgymond a józan paraszt észre, nem lehet azért azokat megérteni, tehát ezért tűnnek néha nehéznek, de nem azért mondom, mert én elvont és nem tudom, hogy milyen tudományos és lehetőleg nem magyar nyelvű, de igenis magyar nyelven mindent ki lehet, minden metafizikai jelenséget és folyamatot ki lehet magyar nyelven fejezni. Csodálatos a magyar nyelv, tehát magyar nyelven szép, tiszta, hétköznapi magyar nyelven igyekszem legalábbis leírni és elmondani. És akkor én önöket most már csak arra kérem, hogy legyenek szívesek ezeket a tanulmányokat az astrologos.com című portálomon, vagy még inkább a kozmaszilárd.hu című honlapomon, illetve a kozmaszilárd.com című honlapomon elolvasni is. Nem probléma az, hogyha önöknek már van mások által elkészített horoszkópja, Kalló Jenő úr által, vagy más magyar asztrológus által elkészített horoszkópja, attól is nyugodtan nézhetik ezeket a felvételeket, olvashatják ezeket a tanulmányokat, egészen biztos vagyok benne, hogy még jobban meg fogják érteni ezek segítségével a saját horoszkópjukat, saját sorsukat, saját életüket, és sikerül majd bármi is történt volna az életükben, bármilyen katasztrófának, vagy mit tudom én, tragédiának is nevezhető esemény történt is az életükben, higgyék el, hogy úgyis az életüket helyre tudják hozni, a boldogságukat és az egészségüket pont úgy el tudják érni, mint ahogy én is elértem, és ahogy most ezekben a napokban és hetekben élem végre újból életemnek a boldogabb periódusát, és biztos vagyok ebben, nem remélem, hanem biztos vagyok benne, hogy ez így fog folytatódni az életem hátra levő részében. Tehát jó olvasást, hasznos olvasást és úgymond megvilágosodásokat kívánok mindannyiuknak. Köszönöm.